A vonat mellett az árokban állt meg a traktor utánfutója az ütközés után. 2020. szeptemberében készítették ezeket a képeket a rendőrök Tolna-Némediben. Egy traktor vontatta a szerelvényt, ami a vasúti átjáróban egyszer csak leakadt. A sofőr megpróbálta a traktorral arrébb tolni a pótkocsit, ez viszont nem sikerült neki. Ekkor már a síneken érkező Intercity szerelvény hiába próbált fékezni, belecsapódott a több száz kilós szerkezetbe. Csak a szerencsének volt köszönhető, hogy senki sem sérült meg. A vasúti szerelvényen ekkor kb. 140 ember tartózkodott. A vádlott a gondatlan magatartásával veszélyeztette a vasúti közlekedést. Vagyis a pótkocsit elhagyó traktor vezetője felelt a baleset bekövetkeztéért. A 35 éves férfi ellen most emelt vádat az ügyészség. Az ügyészség a vádlottal szemben büntető végzés alkalmazásával pénzbüntetés kiszabását szorgalmazza a bíróságon. Az ügyész tehát nem küldené börtönbe a 150 ember életét veszélyeztető traktorsofőrt.